Hová lett a pénz? Életveszélyes kontármunka a Lánchídon. A gyalogosokat áramütés fenyegeti. Szétesett szigetelés, össze-vissza vezetett elektromos vezetékek, hibás burkolatok, hanyagul rögzített, össze-vissza leengedező kábelek. Életveszélyes kontármunkát végzett a Lánchídon az Alhíd ZRT. A hitpénzbotrány során eltűnt 100 milliókat jó eséllyel éppen a villanyszerelési munkákon spórolta meg a kivitelező. A Metropol munkatársai alaposan megnézték közelebbről a Lánchidat, és megdöbbentő kontármunkára, a gyalogosokat veszélyeztető megoldásokra bukkantak. Az embereket egyértelműen áramütés veszélye fenyeget. Ilyen például közelebbről az egyik kandelláber. Megdöbbentő hanyagság. Összegyűrt, szigeteletlen vezetékek. A kábeleket egyszerűen átfűzték a híd tartó elemei között, és még arra sem vették a fáradtságot, hogy leburkolják őket. A kábelek borításához a legolcsóbb szigetelő burkolatot, úgynevezett gégecsöveket használtak. Ezek többsége mára széttört, szétesett. A villanyvezetékek kilógnak a Duna fölé, a híd oldalán lengedeznek a szélben. Az olcsó szigetelést kontármódon filléres kábelkötözővel rögzítették a híd fémtestéhez. A híd külső oldalán futó kábeleket egyszerűen áthúzták a tartószerkezeten. A biztonsággal, hát még az esztétikával senki sem törődött. Erős a gyanú, hogy az Alhíd ZRT kasszája a felújítás végére kiürült, és a korábban továbbutalt 100 milliók is kellettek volna a szakszerű munka elvégzéséhez. Az ügyben több feljelentés is született. Nyomozza NAV és a kormányzati ellenőrzési hivatal is.